am fost azi la două spectacole. Nu. Două spectacole la care am stat pe scenă. La primul spectacol mi s-a părut mișto să stai pe scenă și să fie sala goală. Povestea nu o țin minte, pentru că probabil nici ei nu au vrut să o transmită foarte clar. Dar sentimentul e plăcut. Nagyon szerettem, és közel áll ahhoz a színház, az amit elképzelem. És külön nagyon örültem, hogy éreztem az előadáson, hogy a létrehozói nagyon sok lárpólártársulatot néztek. Úgyhogy... És nem fogták vissza magukat a szópoénoknál. Azt hiszem, hogy nekik is egy kellemes előadások, nekem az volt. Jó. Mert is jó befarás, az primul spektakul, care l-am văzut în limba maghiară, fără să citesc vreo subtitrare. Supra-titrare. Și a fost fain. Adică, îmi pare că dacă poți să vezi un spectacol fără ca să înțelegi o boabă din cuvinte și totuși poți să te amuzi și poți să râzi, înseamnă că e un spectacol fain. Szerintem látásom szerint egy igencsak úgynevezett low-budget előadás volt, ami alatt konkrétan azt értem, hogy nagyon egyszerű eszközökkel elmeséltek egy nagyon közismert történetet, és egyszerűségével fakadóan a történet meg nevettetett minket. És a sok mélységes, mély történet után ez a könnyed, felszínes, már szinte komédia a léleknek egyfajta mannaként, felüdülősként használt. Na hát alapvetően szerettem, az jutott eszembe róla, amikor haverekkel beülünk kocsmába, és szóba kerül egy téma, amire mindenki elkezd asszociálni, jönnek a poénok, faj és szóviccek, majd az egész átcsap baromkodásba. Ők témának az összeüszt vették, mindent leírtak és színpadra is vitték. És ez jó volt.